Európai Uniós és hazai szabványnak megfelelő játékokkal szerelték fel a perbáli játszóteret, ha minden igaz, a játszóteret, de az nem tudom, hogy szabványos-e, hogy nincs bekerítve, mert szerintem az is egy előírás, de az se fog sokáig késni. Tehát mit kell tudni a játszótér történetéről? Perbál egyetlen, első és mindez idáig egyetlen klasszikus közterületi játszótere, 20-21 éve létesült, ennek az elődje, de mivel faeszközök voltak, fenyő eszközök, és az akkori technológia meg szabványok még nem voltak ennyire szigorúak, és hát teljesen elhasználódott, úgyhogy tavalyi év folyamán, amikor a Magyar Falu program keretében lehetőség nyílott játszótér felújításra pályázni, akkor mi ezt megpályáztuk, és talán ősszel, valamikor ősz vége felé kaptuk a hírt, hogy nyert a pályázat. Ugye akkor már nem lehetett kivitelezni, most, amikor a tavaszbe eljött a jó idő, akkor került sor. És ez nem felújítás, hiszen az összes játszóeszközt elbontottuk, újak, vadonatújak kerültek, több is, mint volt, összesen 11 játszóeszköz van ezen a kis játszótéren. Ezek mind szabványosak, minősítettek, megtörtént a minősítésük, és csak azután a napokban vehették birtokba a gyermekek. A kerítés, ugye volt egy ilyen kérdés, és a kerítés az nem előírása. Általában a játszóterekben vannak kerítve, több indokból is, gyerekek ne nagyon szaladgáljanak el, valamelyest azért kordában legyenek tartva, illetve mondjuk nagyobb állatokat, például kutyát általában nem szabad bevinni, hogy azt kin lehessen tartani. Aztán olyan is van, hogy bezárják a játszóteret, nyitvatartási idejük van, főleg városokban. Ezek a kamaszok ne üljönnek ide mondjuk a hintán borozgatni. Igen, mert óhatatlan, hogy előfordulhat. Bár ezeken a játszóeszközökön már mindegyikben egyenként benne van a minősítés, hogy hány éves kortól hány éves korig lehet használni. Általában ez a maximum az 14 év. Tehát elvileg már a serdülő kamaszok nem jöhetnének be. Súlyban viszont azt mondták, mert mi szerettünk volna a súly korlátozást is kiírni, ugye kikerültek a házi rendek, mert ilyen is van és kell. Az viszont kötelező eleme egy játszótérnek, hogy az üzemeltetőt és a házi rendet azt ki kell tennie. Egyelőre kerítés hiány még most csak ideglenesen van, aki téve, de a honlapunkon és a újságunk Facebook oldalán már közé van téve. De ez egy teljesen általános, máshonnan vett mintát adaptáltunk, tehát semmi különleges nincs benne. Tehát a súlykorlátozás, ezek annyira túlbiztosítottak, tehát hogy elvileg nem kellett azt kiírni, de a korhatár, tehát a 14 éves kor azért nagyjából meghatároz egy súlyt is. Kerítésre visszatérve, mikor lesz kerítés? Mert lesz. Úgy volt a pályázat kiírása, hogy abban csak a játszóeszközök fértek bele szűken. A kerítés nem is volt, úgy ítéltük meg, hogy nincs olyan rossz állapotban, azt egyszer már a 20 év alatt felújítottuk, hogy csak kijavítgatjuk a törött léceket, ez egy fa léckerítés. De aztán evés közben jön meg az étvágy, illetve ahogy itt dolgozgattunk, itt nem messze van egy faipari vállalkozás, egy helyi vállalkozó, aki azt mondta, hogy hát ha ilyen szép új ez a játszott, akkor nem szórakozzunk azzal, hogy toldozzuk, fordozzuk, festegetjük a kerítést, fölajánlotta a faanyagot. Ezután is nagyon szépen köszönöm neki, de a munkát, tehát a beállítását, a fölcsavarozását, a léceknek a lefestését, azt az önkormányzat emberei végzik, úgyhogy erre még egy pár hétig várni kell, de mondom, addig is használható a játszótér, és szabályszerűen használható. Ez nagyon szép is. Egy észrevétel csak, a legtöbb ilyen típusú szabványos játszótéren rekordtán van a hinta és a mászók alatt, itt azonban homok, ami mondjuk egy szép tavaszi-nyári napon mezítláb, az remek, szerintem. Igen, ez a kérdés is felszokott merülni másokban is. Ennek két oka van, hogy miért homok. Egyrészt nagyon jó ez a gumi őrleményborítás, de rettentően drága. Tehát körülbelül még egyszer ennyit rá lehetett volna költeni a gumiborításra, amire ugye nem volt, így is kihasználtuk maximálisan a pályázati lehetőséget. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek a játszóeszközök, noha messziről úgy néznek ki, mint a otthon használatos, és valahol ilyen barkács áruházban kaphatók, viszont azok nincsenek minősítve, azok otthoni használatra valók, ezek pedig közterületi, tehát egészen más előírások vonatkoznak rájuk, ezért drágábbak is. Tehát összességben 5 millió forint állt rendelkezésre a játszóeszközök beszerzésre és beállítására, ezt a
a szakszerű beállítást maga a vállalkozó, a gyártó végezte. Mondom, legalább ennyibe került volna, hogyha ezt még gumiborítással látjuk el. De így is szabványos, ugyanis így a munkálatok folyamán kénytelen volt az ember bele tanulni ebbe a részbe is, hogy egy méter alatti esési felületek, tehát amikor nincs magasabban, tehát egy hintaülőke vagy egy csúszda, mint egy méter, akkor a homok is megfelelő, tehát 30 centi mélységű homokány is elfogadott és megfelelő. A másik pedig így egyben homokozónak is kiváló. Ez volt a fő attrakció, hogy lehet ezt mondani most itt a községben, de azért láttuk néhány perccel ezelőtt, hogy a polgármesteri hivatal mellett gőzerővel épül a piac. Tartják a határidőket? Igen, talán amikor a következő alkalom elkövetkezik, talán már teljesen kész lesz, tehát azt jelenti, hogy tartják az ütemet és a határidőt. Most már csak inkább azon izgulunk, hogy lehessen egy normális, mindenki számára nyitott, megnyitó avató ünnepséget, illetve utána el tudjon kezdődni az üzemeltetése is a piacnak és rendezvénytérnek. Hát hangsúly, azt mindig el szoktuk mondani, hogy ez túl azon, hogy piac, az a neve, az a munkaneve most, hogy piactér, de ez egy közösségi és rendezvénytér is lesz. Nem akarok ünneprontó lenni, szép tavaszi napsütésben egy gyönyörű játszótéren, de azért a Covid helyzetről csak kell egy pár szót váltani. Mik a legfrissebb fejlemények átoltottság tekintetében? Polgármester úr például megkapta-e már a maga vakcináját? Perben ütemesen halad szerintem az országos átlagnak megfelelően, amennyire én tudom és látom és figyelem, az oltás helyben is és oltópontokon is. Igen, én is megkaptam az első oltást, családban is szinte már mindenki, mondjuk a kislányomat, ő még nem, de hát ugye 9 hónaposan még nem oltanak. Továbbra is azt mondani, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon és vegye fel az oltást, vagy nem tudom, hogy kezd szépen kifejezni. Igen, ez lehet egy remény arra, hogy nyáron már egy szabadabb nyarunk legyen rendezvényekkel, kiülő teraszokkal, éttermekkel, kávézókkal. Csak egy fikció, amit kérdezek, de hogyha egy település, teszem azt Perbál, összes lakosa már ugye nagykorúak, akik kaphatnak, beoltva vagy átesett már a fertőzésen, elvileg akkor itt korlátozás nélkül lehet a rendezvényt és bármit rendezni, tartani. Hát elvileg igen, csupán olyan dolgok lennének, amik ugye kötelező országos szabályok, vagy nem tudom, rendeletek, nem tudom, mikben szabályozzák ezt, tehát nem vonhatjuk ki magunkat az alól egyrészt. Másrészt pedig ellenőrizni kéne, hogy csak Perbál jön arra a rendezvényre, hát arra meg külön apparátus vagy gárda az nem áll rendelkezésre, tehát igazából mi nem szeretnénk partizánkodni, hanem megvárjuk az országos rendelkezéseket. Egyébként mindenképpen kell majd ellenőrizni, mert ha lesz ez az oltási igazolvány, vagy bizonyítvány, vagy plastikkártya, azt azért csak kell nézni, hogy ki mehet be egy rendezvényre. Igen, egy ilyen plastikkártyát talán könnyebb ellenőrizni, felmutatják, és akkor egy biztonsági őr, egy polgárőr, egy köztelt felügyelő ezt szemrevételéssel meg tudja állapítani. Igen, de még azt sem tudjuk, hogy ezeknek mik lesznek a szabályai, vagy mire jogosít fel. Nem tudjuk, majd meglátjuk. Azért az önkormányzat dolgozik, és ha csak lehet, akkor pályázik különböző projektekre. Melyek a legfrissebbek? Terveink szerint ebben a hónapban be fogjuk nyújtani a Magyar Falu program keretében a szolgálati lakás vagy lakásokra, hogy az egészséghez felső szintje az annak van előkészítve, vagy azoknak van előkészítve többek közt. Tavaly már egyszer egy ilyen indultunk, sajnos az nem jött támogatás, de mi azt valljuk, hogy mindig addig pályázunk, még a végén belefáradnak a bírálók, és azt mondják, hogy na jó, akkor Perbán nyert, de a viccet félretéve. Tehát ha nem pályázunk, nincs esély. Csak annak a pályázatnak van esély, amit beadunk. Tehát többek közt erre, illetve szintén ennek a programnak a keretében van egy híd, egy önkormányzati híd a Zrínyi utca, Hunyadi utca között a úgynevezett Szamárhegyi patakon, ami nagyon kritikus állapotban van. Ennek a felújítására is szeretnénk pályázni.